Május 1-től véget ér a fűtés idén Gyergyószent Miklóson, aki továbbra is igényli, kéréssel kell forduljon a szolgáltatóhoz. Péntektől felfüggesztette a parkolójegyeket árusító automaták működését a City Parking, ettől függetlenül a szabálytalan parkolást büntetik. A hétvégén tartották az országos motocross bajnokság második futamát a Gutyüci motoros pályán. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Ahogyan a fogyasztók már megszokhatták, az időjárás kedvezőbbre fordultával megszűnt a távhőszolgáltatás a tömbház negyedekben. Május 1-ét követően városszerte csak ott lesz fűtés, ahol a lakók igénylik. Az elmúlt idény fele más volt, hiszen márciusban szolgáltatóváltás történt, a teljes mértékű átálláshoz hosszabb időre van szükség. Május 1-től véget ért a fűtés idén Gyergyószent Miklóson, de azokban a lépcsőházakban, ahol az ott élők többsége továbbra is szeretné, ha otthonaikban átmelegednének a fűtőtestek, néhány órára is igényelhetik a szolgáltatást. Lévén, hogy most már az átlag hőmérséklet elérte a 10 fokot a teljes nap folyamán, ezért most már leállt a fűtés. Természetesen abban az esetben, amennyiben érkeznének újabb hideg napok, akkor újraindulnak, illetve igény esetén a lakók kérelmezhetik azt, hogy egy-egy lépcsőházba újraindítsák, vagy teljesen, vagy időszakosan a fűtést. Ehhez az szükséges, hogy az adott lépcsőház legalább 70%-a kérelmezze ezt az újraindítását a fűtésnek. A fűtésigényléssel kapcsolatos kéréseket a szabadságtéri pénztárnál kell írásban letegyék az érintett lépcsőház lakóinak nevével és aláírásával. Nem volt zökkenőmentes a napokban véget ért fűtésidény, hiszen március 8-án szolgáltatóváltás történt. Ez az idei idény nem volt egy könnyű idény, sem az önkormányzat, sem a szolgáltató számára. Ugyanis megtörtént az átvétel, átadás, és ezzel együtt nagyon sok procedúrán ment keresztül az önkormányzat és a központ is. Bízunk benne, hogy most már sikerül beállni a normális kerékvágásba, és a következő idénytől most már megerősödve és felvértezve minden szükséges tudással fog folytatódni a fűtésszolgáltatás. Ebben a fűtés idényben is sokan igényeltek támogatást. Gyergyószent Miklóson összesen 1064 család részesült ilyen jellegű segítségben, melynek összértéke meghaladja a 200 ezer lejt. A távhőhálózatra csatlakozottak közül 643-an kaptak pótlékot, 394-en fafűtés, 25-en földgáz, 2-en pedig elektromos árammal működő rendszerre vehették át a fűtéstámogatást. A távfűtéssel melegedők a márciusi fogyasztásra még nem kaptak számlát, ehhez még különböző procedúrákat kell lefolytatni, de várhatóan hamarosan ez a kérdés is megoldódik. A gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató és a város vezetősége reméli, hogy a következő fűtésidény zökkenőmentesebb lesz. A romániai gazdák tegnap délig 4 millió 93 ezer hektár területre 652.388 támogatási kérést nyújtottak be, tájékoztat a mezőgazdasági minisztérium. A legtöbb kérést Szucsáva, Bihar, Dolzs, Botosán és Máramaros megyékben nyújtották be. A minisztérium emlékeztet, a terület alapú és állattenyésztési támogatási kérelem benyújtásának határideje május 15-e. Ezért, hogy a gazdák segítségére legyenek, az ÁPIA területi egységei a következő két hétvégén, május 6-án és 7-én, valamint május 13-án és 14-én is hétköznapi programmal tartanak nyitva. A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az idén a határidőt nem hosszabbítják meg. Péntektől felfüggesztette a parkolójegyeket árusító automaták működését a City Parking. Ez azt jelenti, hogy május 1-től nem kell a parkolásért fizetni Gyergyószent Miklóson. A városvezetés felhívja a lakók figyelmét arra, hogy bár be nem látható ideig költségmentés lesz a parkolás a városban, ez senkit sem jogosít fel arra, hogy szabálytalanul álljon meg és hagyja ott az autóját az út szélén. A helyi rendőrség fokozottabban ellenőrzi majd a város területén történő parkolást.
Több változás is történt az elmúlt időszakban a gyergyószentmiklósi fizetéses parkolást illetően. Korábban megszüntettették a kerékbilincselést, a jegy nélkül vagy szabálytalanul parkolókat pénzbeli bírsággal sújtották. 2 hónapja bevezette a City Parking Gyergyószentmiklóson is a szöveges üzenetben történő parkolójegyvásárlást. Most pedig a cég le is állította a parkolójegyeket árusító automatákat. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy a Hargita megye prefektusa és az ő intézménye megtámadta azon tanácshatározatunkat, amellyel a parkolási szabályzatot hagyta jóval a képviselő testület, illetve azt a szerződést is, amelyet már korábban a City Parking-el kötött a város közterületein levő parkolóknak a működtetése céljából. Indoklás a prefektúra részéről a polgármesteri hivatalhoz még nem érkezett, és a keresetet sem kapták meg. Egyelőre nem tudják, hogy mi az aggája a prefektúrának. Arra számítunk, hogy hosszú hónapokon keresztül akár 1-2 évig elhúzódó pernek nézünk elébe, és az is biztos, hogy mindaddig, amíg a bírósági úton fogják eldönteni a szerződésnek és a parkolási szabályzatnak a miben létét, addig egyelőre nem kell fizetni a parkolásait a város területén, és azért nem kell fizetni, mert hogy az a szabályzat és az a szerződés, amely ezt a tevékenységet szabályozza, pillanatnyilag fel van függesztve. Érvényben van, tehát nincsen meganulálva, de fel van függesztve, és ezt majd a bíróság fogja eldönteni, hogy akkor helyt ad a prefektúra keresetének. A polgármester elmondta, hogy igaz, hogy a parkolásért ezentúl be nem látható ideig nem kell fizetni, de ez senkit sem hatalmaz fel arra, hogy szabálytalanul parkoljon. A helyi rendőrség fokozott figyelemmel követi a szabályosan és szabálytalanul parkoló autókat, autóvezetőket, annak érdekében, hogy ne egy haotikus városképet alakítsunk ki, hanem minél rendezettebben és civilizáltabban parkoljunk a város területén. A bírságolás a helyi rendőrség hatáskörébe tartozik. Egy hónappal korábban a csíkszeredai parkolási rendszer szabályzójának elfogadásáról szóló helyi tanácshatározatot is megtámadta és törvénytelennek minősítette a prefektúra. Azóta nem kell a megyeszékhelyen sem parkolásért fizetni. Erdély híd csodája címmel új kezdeményezést indított május elején. A Transindex internetes portál és a GoTranszilvánia applikációt fejlesztő Link Solutions. A kezdeményezés során 34 jelöltből választanak ki a szavazók 7 erdélyi csodát, helyszínt, hagyományt, műemléket, épületet. De a hangsúly nem is a 7 kiválasztotton van, hanem a jelölteken, azok népszerűsítésén, bemutatásán. A kezdeményezők célja nem egy verseny kiélezése, hanem az értékek érdek nélküli bemutatása. A 34 csoda listáját szakértők és szakmai szervezetek, közéleti személyiségek ajánlásai alapján állították össze. Az ajánlott erdélyi nevezetességek között természeti látnivalók, például a Gyilkostó és a Békási Szoros, a Torockói Székelykő, a Székelyföldi Egyeskő, a Szent Annató és a Tordai Hasadék az épített örökségek remek művei, köztük a kolozsvári Bánfi Palota, a Székelyderzsi, Erődtemplom és a Vajdahunyadvára, az élővilág ritkaságai, például a mocsári kockás lélium és a békászósas, ételkülönlegességek, így a szilágysági pálinka és a tordai pecsenye, vagy fontos történelmi események, mint amilyen például a vallásszabadságot a világon elsőként meghirdető 1568-as tordai országgyűlés is szerepelnek. A verseny a kezdeményezés honlapján a www.erdélyicsodáktranszindex.ro, illetve okostelefonon futó applikáción a GoTranszilvánia Utikalauz alkalmazás keretében zajlik. A közönségnek regisztráció után heti 7 szavazata lesz egészen május 28-áig, amikor lezárul a szavazás. 4 jelentés kíséretében találkoznak az illetékesek a tanügyminisztérium képviselőivel a katolikus iskola ügyében. A vegyes bizottság célja tisztázni az iskola jogi helyzetét és törvényes keretek közé terelni a cikluskezdő osztályba való beiratkozást. Múlt héten megszületett az a helyi tanácshatározat, ami a szaktárca segítségét kéri az ügyben. A tanügyminisztériumnak jelentéseket kell készíteni. Az úgynevezett magyarázó jelentés román nyelven rapport argumentatív 4 részből áll össze, fogalmazott Csíki Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője, a Marosvásárhelyi Önkormányzat, a Maros megyei tanfelügyelőség, a prefektúra és a szülők által külön-külön elkészített iratokból. A szülők tegnap a főtanfelügyelőségen jártak, majd a helyi önkormányzatnál. A prefektushoz sajnos nem sikerült bejutnunk, és az RMDS megyei vezetésével sikerült egyeztetni, hogy akkor hogy áll
kihallgatás, meg hogy milyen anyagokkal elkészüljenek. Ugyanakkor egyeztettünk a szülői bizottság vezető tanácsával, és úgy döntöttünk, hogy az iskola, a szülői bizottság és az iskolának a vezető tanácsa is elkészíti ezt a bizonyos jelentést, a mi oldalunkról is bemutatjuk a minisztériumnak, hogy mi a mi álláspontunk, hogyan látjuk mi a helyzetet, és hogy mik az elvárásaink. Május 5-én lezárul az elektronikus beiratkozási rendszere a tanügyminisztériumnak, akkor lejár a 9. osztályba való jelentkezés határideje is. Hogyha meg tud születni az a miniszteri rendelet, amely a legalitásba helyezi az iskolánkat, akkor feloldódik minden tiltás, és akkor megtörténhetnek a ciklus kezdő osztályokba való beiratkozások. Az első kérésünk az az természetesen, hogy visszakerüljünk a SZIR-be, tehát az elektronikus beiskolázási rendszerébe az országnak. A másik kérésünk az az, hogy a minisztérium dolgozzon ki egy részletes módszertant erre a különleges helyzetre, Marosvásárhely jelenlegi krízis helyzetére, ami az iskola hálózatot illeti, és kifejezetten az iskolánk helyzetét illeti, és azt kösse egy záros határidőhöz. A tanügyminisztériumban kedden, május 2-án kerül sor a vegyes bizottság meghallgatására. A jelentéseket tartalmazó aktacsomót holnap küldik el a fővárosba. A Maros Művész Együttes a 3. Székely Fesztiválon képviseli a megyét. Hargita és Kovászna mellett idén Maros megye is képviselteti magát a Székely Fesztiválon. Korábban Maros megye szegényesen vagy egyáltalán nem volt jelen az eseményen, amit harmadszor szerveznek meg. A fesztiválra a Ha te tudnád, amit én című előadásukat viszik el. Május 17-én a Maros Együttes az Imádság háború után című előadását a Budapesti Nemzeti Színházban mutatja be. A színházi fellépéssel a Határtalan Tánc Főváros határon túli hivatásos néptánc együttesek fesztiválján vesznek részt. Először szerveznek ilyen fesztivált. A rendezvény arra teremt alkalmat, hogy Magyarországon kívüli magyar nyelvterületek műhelyeiben zajló munka legfrissebb színpadi eredményeivel megismerkedjen, a szélesebb közönség is képet alkothassanak a Kárpát-medencében működő együttesek helyzetéről, eredményeiről. Az első világháborús magyar lírára, Adi Babics Gyóni Géza verseire, frontnaplókra, levelekre épít egyrészt az Imádság háború után előadás, és nyilván a táncra. 2 éve mutatták be, és bár 4 évig szerették volna műsoron tartani, nem sikerült, mivel színészfüggő darab, mondta el Barabási Attila, a művészegyüttes igazgatója. A darab az első világháború rettenetéről szól, nem cselekményes formában, hanem az eszenciáját megragadó folyamat, a bevonulástól a frontig, a beleőrülésig, majd visszatérésig. Fontos a darab részéről azok a frontnaplók, amik születtek az első világháborúban. Ezek között is kiemelkedő volt egy kópházi frontkatonas, Sinkovics Hambus visszaemlékezése. Hát az a rettenet, amit leírt a háborúról, annak csak ányképei jelennek meg a színpadon. Fontos az, hogy valóban nem gyerekeknek készült a darab, helyenként komor, helyenként fájdalmas, de ilyen a háború. Ez a csapat is átéli, átélte már az első bemutatón. Az első bemutatót, mikor előadtuk, akkor meg bizonyos helyeken éreztük, hogy még a szőr is feláll a kezünkön. A hölgyeknek meg volt olyan jelenésük, hogy az éneket úgy könnyezett a szemük, annyira átérezték. Hát Varga János elég jól felvilágosított minket, hogy mit jelent ez a háború, hogy értsük meg ezt a műsort. Nagy kihívás a táncosoknak a táncszínházi produkció, színművésszel együtt dolgozni. Nagy koncentrációt igényel, mivel nem csak erősségüket, a táncot kell nyújtaniuk ebben az előadásban, hanem színészi játékot is. Nem csak a táncosok és a közönség szerette a darabot, a hivatásos táncegyüttesek találkozóján korábban a legjobb előadás címet nyerte el az Imádság háború után, azonban kifogásolták a zenei alapot, ezért ezen javítottak. A Maros Művész Együttes zenekara és az Állami Filharmónia zenekara közös munkájából megszületett az új zene. Úgyhogy az előadáson teljesen új zenei alap van biztosítva, és ez egy olyan része, ami szerintem sokkal magasabbra emeli, még inkább sokkal magasabbra emeli ezt az előadást. A táncosoknál pedig egyfajta
generációváltás történik ezekben az években. Több kollégánk elment nyugdíjba, és vagy 7 vagy 8 új táncosunk van, akik korábban nem voltak az előadásba benne, úgyhogy ez is egyfajta provokáció, hogy a fiatal táncosnak akár táncszínházi produkcióban megfelelni. Az előadást az április 26-ai bemutató után május 4-én láthatja újra a közönség. Az igazgató elmondta, idén is és jövőben is szeretnék játszani a darabot a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáig. Újdonságokkal újra műsorra tűzte az Imádság háború után című előadását a Maros Művész Együttes. A táncszínházi előadás az első világháború borzalmairól szól, főhajtás az áldozatoknak. A 2 évvel ezelőtt bemutatott darabot most új zenei háttérrel, tánckar új tagjaival mutatják be. A meghívott vendégművész Tollas Gábor István. A hétvégén tartották az országos motocross bajnokság második futamát a Güdüci motoros pályán. 2 versenystílusban zajlott a futam, motocross és endurocross versenyt láthatott a közönség. Két országos bajnoki futamot szerveztek április 29-30-án és május 1-én a Güdüci motorpályán. Első 2 nap motocross, majd hétfőn endurocross versenyt láthattak azok, akik kilátogattak a helyszínre. Az ország cross motorosainak színe java mérte összetudását. Korosztálytól és a géposztálytól függően 7 kategóriában indulhattak a versenyzők a szombat-vasárnapi versenyen. Ez az a terepmotoros stílus, ahol már kisgyerekek is versenyezhetnek. Hétfőn az endurocross futamon különböző 2-kerekű versenykategóriákban indultak a versenyzők. Majd a 4-kerekűek, azaz a quad és az ATV járgányok mérettettek meg. Számos székelyföldi versenyző is rajtvonalhoz állt. A megmérettetésen motocross profi MX1 és MX2-es kategóriában a székelyudvarhelyi Balázs István győzedelmeskedett. Őt Alexandru Gradinaru követte mindkét kategóriában. A dobogó 3. fokára MX1-ben Junucko Zsánó, míg MX2-ben Rezván Stanescu állhatott fel. A veteránok versenyében Fazakas Zoltán diadalmaskodott, mögötte pedig sorrendben Mihály Stojanovics és Alexandru Incianu. Az amatőrök közül Daniel Nikolai volt a legjobb, majd Okos Zsolt és Lucián Giugiuvianu értek célba. A 85 köbcentis géposztályban Erős Koppány győzött, megelőzve Kozsánu Ajdát és Szász Olivért. A 65 köbcentiseknél Juan Kisdiá, Albert Movilianu, Teodor Pridon állhattak a dobogóra, míg a legkisebb motorosok az 50 köbcentisek versenyében. Barta Milán, Bencédi Zoltán, Szász Márton volt az első 3 a sorrendben. Ezek voltak híreink május 3-án, köszönöm a nekünk szentelt figyelmet, szép estét a viszontlátásra!